Sziasztok fiúk, lányok! A mai videó nagy kérdése, hogy milyen is lesz első látásra a Space Moth DX, vagy űrpillangó DX, ahol a DX nem tudom mire van, de minden esetre ott villog, és ahogy elnéztem ezt a játékot a Steam-es oldalán, ez egy szép szivárványszínes belépő az epilepsziások táborába. Na de, nézzük csak, hogyan kell ezt játszani. Ez egy arcade shooter, tehát hasonlatosan a nemrég bemutatott Full Blasthoz, itt is megyünk előre, jön nagyon sok minden a képernyőn, és nekünk csak szét kell lőnünk, és ki kell manővereznünk. Jó, van lézerünk, bombánk és gyors tüzelésünk, tehát egy ilyen űrmojlepkével fogunk most így repkedni, ne kérdezzétek, hogy miért. És óvnunk kell a hitboxunkat, az a kis középső világító izé ott. Jó, scoring, tehát hogyan szerezhetünk sok-sok-sok-sok pontot? Soul Drain, és akkor lézerrel kell lőnünk, hogyha másképp világít, és akkor bónuszpontokat kapunk. Boss harcok, skill shot, kill the boss with 2 seconds or less remaining for special 2 points bonus. Mi van? Jó. Tips and tricks. Using laser gives the moth an aura. The aura causes extra damage to enemies in it touches. Tehát, hogyha lézert használunk, akkor egy ilyen aurát kapunk, ami megéget mindent, ami a környezetünkbe van. És pick up special items, extra bomba, extra life, jó, és itt még nagyon sok minden más is van, ez pedig no continues, tehát nincsenek visszatöltési lehetőségek, vagy extra életek, és minden alkalommal reszetálja az elért pontszámunkat. Jól van, hát akkor nézzük ezt az űrmoly lepkét. New game. Hát akkor remélem, hogy... Ja, de előbb control, oké. Okay. Nézzük, set game controls. Laser, bomba, shot, start, up, down, left, right. Jó, meg is volt, ez gyors volt. Ez egy kis egyszerű játék, tehát nem is akarom túlszaporítani a szót. Autobomb on. Jó, menjen. Na, hát itt is volna egy nagyon szép... Jajajajajaj. Na, ez a lézer. Minden igaz. Ja, ez pedig a scattershot, és akkor olyankor kell lő... Aha. Jó, kezdem érteni. Tehát olyankor kell lőni ezeket a nagy dögök... Már is beleszaladtam. Jó. Atya úristen, ez tényleg bullet hell gyerekek, és ennél csak durvább lesz. Tehát ha már az első pálya legelső percében ilyen durvákat küld a játék, akkor mi lesz itt később? Jó, és ott a tűzvörös auránk, az is sebez most már, mint atom. Jó, egyelőre ez még könnyen kerülgethető. Hát még egyszer mondom, tehát ez egy nagyon szép színes belépő lesz az epilepsziások klubjába ez a játék minden tekintetben. Jó, váltsászint, oké, okay, jó, jó, tehát arra kell figyelni, hogy a lepkénk szárnyát érhetik ezek a golyók, csak a lepkénknek a közepét nem, ahol világít az a kis sárgás valami, már ha tudja valaki közelni, bár ti valószínűleg könnyebben tudjátok ezt nézni, mert nem kell figyelnetek itt a 25 csillió dologra, opá, mi ez? Remélem, hogy az aurám az hatott. Jó. Mint hogyha az aurám az elégetné ezeket a bogyókat. Ott nem égeti el. Jó, hát gyakorlatilag kb. 2 perce sem megy. Jó, és marad több boss. Na, kíváncsi leszek mi a giga mega repke. Jajajajajaj, hoppá. És így jönnek ezek a bombák. Jesszus. Jó, és pedig ez még nem szórja úgy a golyókat. Egyébként van fönt egy... Jó, van több videó is fent a YouTube-on, hogy a világ legnehezebb bossza, és ott van például egy ilyen kaliberű játék, hogy konkrétan az egész képernyő, most nem viccelek, az egész képernyő tele van a lövedékekkel, és ugyanúgy egy ilyen 1 pixelnyi ponton sérülhetünk csak, viszont azt így kerülgetni, meg így manőverezni, és valami eszméletlen gyerekek, tehát így, hoppá, mi történik? Jújj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 
ott a négyen fölül van az életcsíke, viszont nekünk nincsen már több életünk, tehát innentől kezdve csak magamnak haladok előre, mert pontot nem nagyon fogok szerezni. Jó, heggesztjük az óriás pillangót. Az űrpillangókkal, vagy hát a moth az igazából ilyen molylepke szerűség. Jó, meg lesz ez, csak kitartóan kell ostromolni ezt a dögöt. Aha, ez a kis lövedék, mintha kevesebbet sebezne.
Ja, itt, ez ellen van a dög ellen csak a lézer. A lézer a jó. Nem, nem jó, nem jó. Mégse jó. És mi az a visszaszámláló ott? Ja, hogy így számszerűsítve írja ki az életerejét. 24. 20. 19. Jó. Nem tudok másra figyelni egyszerűen, tehát itt okádom magamból a napalmot, meg a lézert, meg a csillagesőt, meg mindent, és ő is. És nekem meg itt manővereznem kell. Jó, kitartás. Jó, most valamit így kilőttem rá. Ja, ez ilyen utolsó mencsvár volt valószínűleg. És most nagyon bedurcult. Na, és beszorított. Jó, 15-ig lementem. Már majdnem jó volt. Már majdnem jó. De persze erre mondhatnánk azt, hogy amíg nem nulla, addig nem jó semmi. Úgyhogy csak a nulla a jó, minden más az csak kifogás. Jó, most már ezt a bosst muszáj leszek itt legyugnom. Jesszus! Egy kis szünetet kérnék. Igen, ez az. És mi ez a 12? Ja, hogy ez nem is az életereje számszerűsítve, hanem idő. Tehát konkrétan a játék fél percet ad nekünk, hogy leöljük ezt a bosst. Oké, ne húzzuk az egymás idejét, mondván. BBB. Na, új pálya, új bogarak, és ezek már még agresszívebben jönnek. Lehet, hogy át kéne váltanom más lövedékre, igen. Ezekkel ez már picivel hatékonyabb, ezekkel a kis necik ellen. Ilyen füves helyen vagyok. Ó, dögölj meg. Opá, és már ilyen szarvas bogarak is jönnek fű alatt, szó szerint fű alatt. Csak azokba se kéne nagyon belemenni. Jesszus. Hoppá. Júj, mi ez? De szép vagy. Ó, ennyi voltam. Na, még egyszer előről. Na, itt még megpróbálok elmenni talán a bosszig, ha sikerül. Ha sikerül, mondom. Ó, aurát ide. Ezt könnyedén kikerüljük, a lepke dögöljön meg még mielőtt így komolyabb tűzerőt zúdíthatna rám. Ott is jönnek a szarvasbogarak, csótányok, minden van itt. Mert csak egy chemotox kellene, tényleg ott lehetne a szuperfegyver. Ó, ezek már így változtatják a roppájájukat is menet közben. Jó, igazániból az aurámmal... Mi a... Mik vannak itt, Jézusom, ezek ilyen hangyászok? Vagy lepkészek? Remélem tudjátok követni, én nem tudom már mit csinálok, csak megyek előre és nyomkodom a gombokat. Vagy pedig már sokáig eljutottunk. Ja, hát itt igazából az nem ártana, ha az első pályán mondjuk nem halnék meg ennyiszer. Jó. Na, még egy próbát. Próbálkozunk. Hát ez tipikus az a játék, amit így a kicsit elmebeteg japánok szoktak játszani, vagy koreaiak, így unaloműzésként két StarCraft mérkőzés között, és hát igen, erre úgy nagyjából rá lehet függni, vagy nem, vagy epilepszia, vagy nem. Oké, itt a szép arcú. Hagyjál, úristen, mit jönnek itt szemközt? Jézus ereje! Na jó, pusztuljon meg most már minden, bogár. Hát jobb hiány most itt ezeket kikerülöm. Júj! Jó, talán az aurámmal még tudok magamnak. Jajjajjajjajjajj! Ne! Már majdnem boss volt! Már majdnem boss harc volt! Na, még egyszer utoljára. Jó, hát azokkal a nagy dögökkel nem szabad túlságosan leállni itt szórakozni. Ne, ezt későbbre tartogattam volna. Mindegy, most a lepkével gyűlik meg a bajunk. Jó, hát tolom a lézert nekik. Abból eddig baj nem volt. Ki kell ismerni egy picit a röppályáját ezeknek a lövedékeknek, és akkor lesz itt siker, érzésem szerint. Oké, ne szedagadt.
Na még egyszer utoljára. De már kb. Mennyi? 10 perce játszom és már most jójózik a szemem. Ujj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 
nem megy ez nekem. Na hát Space Moth DX, az űrmólylepke, egy tényleg nagyon durván bullet hell játékról van szó. Ha valaki szeretne epilepsziát kapni, akkor a linkjét megtalálja a leírásban, én pedig megköszönöm szépen a figyelmet. Ez volt az űrmólylepke kalandja a Pixel erdő áradatban. Sziasztok!